Berettyóújfaluban, faluban, ahol éltünk, és ahol 1000 zsidó élt, és abból körülbelül 200 volt az én iskolatársam. Abból mindenki gázba utazott Auschwitzba, az volt a halálmenete. Észrevettem már Auschwitzban, ha ott sétálgattam a főtáborban, de Birkenauban is, ahova majd ebből a menetből néhányan menni fognak, hogy vannak ilyen elmélázó, ilyen meditatív állapotba került diáklányok és diákok, akik így mennek magukba zárkózva, és most először próbálnak rárévedni arra, hogy mi történt, mert nehéz felfogni. Szavakból lesznek a tettek. És ez volt a szupergonosz tett. Azt mondanám, hogy a nacionalizmusnak a legfelsőbb formája ugye a nemzeti szocializmus, a nacionálszocializmus, és annak a legszélső formája a holokauszt, amelynek során megölik azokat, akiket valamilyen szempontból elvetnek. Szóval azt hiszem, hogy mindenkinek, zsidónak, kereszténynek időnként erkölcsi csendes kötelessége végig gondolni dolgokat, amik történtek embertársainkkal. Talán a napnak a szimbolikus terhelése, ez a hármas esze csengés, mind a három a halálból való szabadulásnak a jelképe. A zsidó kivonulása, ugye sajátos honfoglalás, hogy egy kivonulása kezdete, a Pészak. A Jézus feltámadása, az is ugye a halálból kiszállás. És harmadik az, hogy megemlékezünk, hogy nem a dolgot magát tapasztaljuk meg, de legalább kötelességünknek érezzük, hogy szellemben ott időzünk valamennyit, és aztán ez a szellem, hogy ha kijön onnan, ha megszabadul, az a sötétségből való megszabadulás. Az, hogyha valaki szenvedélyből, haragból valakinek az életét veszi, az borzasztó dolog és csúnya dolog, de más, amikor nincs semmi oka, nem haragszik, nem is tudta ki az, nem is látta, csak azt mondták, hogy zsidó. De hát akármit mondhattak volna. Mi történhetne, hogyha elfogadnánk azt a tételt, hogy egy embereknek bármely elítélt embercsoporthoz tartozása elegendő ok és jog lenne arra, hogy megöljék ezeket az embereket. A bűn az nem az égből pottyan le, hanem fokozatos lépcsősoron vagy csúszdán jut el oda az ember. A Batthyány téri templom, amelynek a kapujára évekkel ezelőtt ki volt írva, adj egy csendes órát a lelkednek. Hát adjonok egy csendes órát. Akkor egy kicsit jobb lesz.